Kedves nézőink, ismét itt vagyunk a Kossuth Lajos úton, és sétálni fogunk. Megnézzük megint, hogy kik laktak ezekbe a régi házakba. Köszöntöm Sass Zoltánt, Győri tanárurat, Tóda Lászlót és Kelemen Feri bácsit. Most körülbelül a Kossuth Lajos út közepén állunk, és ez az üzlet Sass Zoltán vállalkozói. Kettős kötődésed is van ehhez az üzlethez. Szeretném, hogyha elmondanád nekünk, hogy mi ez. Hát igen, édesapám valamikor a 40-es években itt férfiszabóskodott. Itt az első, a bejárati ajtónál volt egy kis üzlete, és 1943-ig itt volt neki, itt dolgozott, és azután költözött haza, amikor a otthoni műhely kész lett. Ez az egyik kötődés, másik meg az, hogy 6 évvel ezelőtt meg tudtam vásárolni ezt a üzletet, és most már magánvállalkozásba üzemeltetem egy háztartási boltot. Köszönjük szépen, kívánunk hozzá sok vevőt. Köszönöm szépen. Még szeretném megkérdezni, hogy mire tetszenek emlékezni, hogy azon kívül, hogy ugye Zolinak az apukájának itt volt egy kis üzlete, hogy milyen üzletek voltak még ebben az épületben? Ebben az épületben én szerintem Rácz drogéria volt, és volt a Minerva papírbolt. Igen, azt Klein néni üzemeltette, én így csak így emlékszem. Lehetséges, nem tudom pontosan, hogy ki, csak tudom, hogy volt. Több üzletet nem tudok benne. Ahogy mondják, még volt egy, de én arra nem emlékszem. Laci, te mire emlékszel? Hát szintén ezekre emlékszek én is, úgyhogy még ide jártam a Vadéri tintáért, hát, úgyhogy meg Rózsa Vézér a Rádrogériás a gyerekkoromban. Hogyha visszaemlékezünk rá, valamikor az 50-es évek végén ez volt Turkevének az egyik legnagyobb és legszebb élelmiszerboltja. Ki hogy emlékezik rá, tanár úr? Én arra emlékszem, hogy a 60-as évek végén itt már hajmeresztő dolog volt vásárolni, iszonyatos volt a zsúfoltság, és hogy minden termékért máshova kellett menni. Hát ott, amikor elkészült az áruház, itt megváltozott a helyzet. Ezt azért nevezték ugye fényesboltnak, mert tükörrel volt körbe véve, és mindenki csak nem élelmiszerboltnak, hanem régen fényesboltnak hívta. Biztonsági kameráért, még akkor ugye tükörrel vonták körbe, stb. Úgyhogy Darauczy-Imre bácsira emlékszek, egy tip-top gyors beszédű kiszámolt, amire végezett a szava. Jó kereskedők voltak, igazi kereskedők. Hogyha tovább sétálunk, majd a következő épületbe, ott pedig a Rácz család lakott. Ezt a házat körülbelül 38-39-ben építették, akkor volt benne egy vegyes kereskedés, Rácz József árult benne. Többet nem tudok így róla, hogy... Nekem annyi információm van még, az Pápai Karcsitól hallottam érdekességként, hogy az udvaron egy hatalmas jégverem volt. Tehát ennek az épületnek az udvarán, mivel ugye a feleségének a nagyszülei volt ez a ház. Én annyiból ismerős nekem ez a ház, hogy 1966 és 1969 között abban az épületben voltam tanuló, tehát igen. Itt volt egy papírjátékbolt, és én azt a szakmát tanultam, és viszonylag ugye bejártam az udvart is, emlékszem rá, hogy volt jégverem, meg hát pincével alá épített épület, ennyit. És használták is még akkor a jégverem? Nem, víz volt benne, tehát talajvíz volt. Hát a jégveremmel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy henteseknek mindnek volt jégverme, ahol tárolta télen a jeget, mikor nagyon befagyott a beretja, akkor onnan hordták a jégverembe lefele a jeget. Ott tárolták a húsokat, szalonnát, és még volt, hogy a cukrászok fagyasztani a fagylaltot, onnan hordták a jeget, és ebbe
fagyasztották. És ez kitartott egészen augusztus végéig? Ez kitartott egészen augusztus végéig. Utána majd ugye rendbe tették, kimeszelték, és úgy hordták bele fel a következő évi jeget. Annyit tudok, hogy azt a jeget úgy hordták, hogy közben ilyen durva sóval sauzták is. Hogy ne olvadjon, stb. Ez volt a tartósítója a jégnek. Úgyhogy egyetlen egy jégverem van még a tanácsháza udvarán, a garázsajtommal szemben. Hát nem használatos, stb., de még megvan. Igen, több nincs. Jó, köszönjük. A szembe lévő két kockaháznak a helyén volt valamikor Simon László földbirtokosnak a háza. Ebben az épületben, ahol jelenleg a Kerevő szaküzlet működik, itt a Pintér családnak volt egy nagy kereskedése, és utána az 50-es és a 60-as években pedig egy zöldségbolt működött. Laci, hogy emlékszel? Hát, mint gyermek úgy emlékszek rá, hogy egy Vad Lajos nevű nagy kereskedő üzemeltette Áfészen keresztül, de korábban a Virasztó Dénes szülei laktak benne, V. Károly, hát a nevelőapja volt neki, busza volt neki, taxia, stb. Én erre, de egy nagyon menő zöldségból volt Úr Kevin. Sort álltak az emberek, de mindig volt friss áru. Itt ettem az első banánt ebbe a boltba. Akkor ez emlékezetes. Feri bácsi, hogy emlékezik? Én csak annyit tudok, hogy háború előtt ebbe az üzletbe, itt volt egy drogéria, és volt a vasbolt. Igen. Amit Pintér Miklós üzemeltetett. Ennyit igen, tudok csak. Akkor biztos abban még tetszett járni. Ja, abban jártam, igen, persze. Ebben a házban háború előtt dr. Hajnal Ferenc lakott, állatorvos volt. Ő volt Turkebejbe a második állatorvos. Igen. Magáról a család mostani tagjairól, annyit tudok, hogy Szegeden élnek. Igen. Hajnalné Pirikő Turkebejnek nevezetes személyisége. Rendkívül nagy lokálpatrióta. Ha elmegyünk hozzájuk, minden évben egyszer legalább megfordulunk náluk, hát óráig tartó végnélküli anekdotákat mesél, és akkor mindig sajnálom, hogy ezek elvesznek, nem vesszük magnóra, nincsenek leírva. A gyermekük pedig, hát dr. Hajnal Ferenc, nekem csak Hajnal Feri, itt érettségizett nálunk az iskolába, és azon diákjaink egyike, aki hát a legnagyobb karriert tudta befutni, jelenleg az Európai Ház Orvosok Szövetségének, hogy vagy elnöke, vagy alelnöke. A másik ilyen diákunk, aki meglehetősen magas karriert futott be, ő a Csáki Csaba, ő a közgazdaság terén tette ezt. Ebben az épületben az 1900-as éveknek a közepén Méter áruüzlet volt, és Kepikné üzemeltette. Személyesen annyit elmondhatok, hogy apukám is itt tanult ebbe az üzletben kereskedőnek. Én csak annyit tudok, hogy egy rőfös volt, vagyis méterárus, és készruhát árultak benne. Ennyit tudok belőle csak. És az 1950-es évek végétől szintén méteráru üzletként üzemelt, illetve volt egy rövid és divatáru szaküzlet. Kullaci bácsi felesége Esztike mesélte, hogy mikor hát ő 20-as évek elején született, és itt sétálgattak anyukájával a 30-as években, ez a Kepikné kint állt a ajtóba, és nem lehetett megszabadulni, hogyha valaki ránézett, és a boltra is benézett, és mondja Esztike néni, hogy ő is, mint kisgyerek, szalagot, ezt-azt valamit kapott. Ha fizetni nem tudtak, nem baj, majd küldjön 10 tojásra, nagyobb érték volt egy tyúkot, mondja, igazi kereskedő volt. Ennyit tudok érdekességét még hozzátenni. Kossuth Lajos úton találunk 4 házat, amelyik még mindig ugyanabban az állapotában van, mint mikor felépítették, csak felújították, és ezt az 1900-as éveknek a közepén, illetve az elején építették, és itt láthatjuk a Kossuth Lajos út egyetlen átfedeles házát. Feri bácsi, kik laktak ezekbe a házakba? A legelsőbe Túri Imre tanár, tanyasi tanító volt. A másodikban Tóth István gazdálkodó volt, több holdfelügye volt. A harmadikban Barackáék laktak. Igen. A negyedikben pedig Barackáéknak a veje,
Nagy Lajos ménytelepvezető volt Túrkevény. Én még annyit szeretnék mondani, hogy ahol a Baracka ház után van, ki tetszett mondani, ki lakott Tóth abban? Tóth Istvánék abban a házban lakott Bracsok tanárnő, aki a gimnáziumnak volt igazgatója. Mikor én ide kerültem Túrkevényre 1965-ben, akkor már nem ő volt az igazgató, de még egy évet tanított, matematika tanár hiány volt, és akkor még ő tanított. Azok, akik itt jártak, azok a legendákat mesélnek a szigorúságáról, hallatlan rendet, fegyelmet tartott. Néha megmosoljuk a fényképeket a feleségebben, hogy hát roppant konzervatívan öltöztek a lányok. A szigorú kis emberke volt. Tessék már nekünk elmondani, hogy itt a húsbolt helyén mi volt? Itt a húsbolt helyén háború előtt Kálmán Károly gabonakereskedőnek volt magtára és raktár, majd utána, a háború után a Túrkevény Cipész Kts. Itt gyártotta a cipőket és cipőfelsődészeket. Itt állunk a polgári iskola előtt, jelenleg összevont iskolaként működik a Petőfi Sándor általános iskolával. Ezt az épületet 1909. október 1-én kezdték meg a tanítást. Az első igazgató Farkas Imre volt. Farkas Imrét követte Minai Lajos, majd Vég Lajos, aki 1948-ig volt az iskolának az igazgatója. 1960-tól leányiskola nevet kapta, 1960 után pedig a későbbiekben felvették a Kossuth úti általános iskola nevet. Érdekessége a Kossuth úti iskolának, hogy régen ezen az oldalon, ahol most állunk, itt csak a fiúk járhattak be, a másik oldalon pedig csak a lányok. Ez természetesen volt egészen 1948-ig, azután pedig már megváltozott, mert ez lett a leányiskola, ide csak a lányok jártak, a Petőfi Sándor általános iskolába pedig csak a fiúk jártak. Igen, hát a feleségem több mint 40 évig tanított ebbe az iskolába, és így én is sokszor megfordultam itt. Igen, és mint igazgató is dolgozott.